Egy hete tart a forgalomkorlátozás a Dajka átkötéshez kapcsolódó fejlesztés miatt. Az építési munkák következtében a Megyesalja, Reményiede és Rácz-György utcák közötti útszakaszt lezárták. A változás várhatóan 4 hónapig tart majd. Az első napokban tapasztalható volt kisebb fennakadás, torlódás, de mostanra az autósok hozzászoktak a megváltozott körülményekhez. Tavaly szeptemberben történt az első látványos munka a területen. A Dajka átkötéshez kapcsolódó fejlesztés első lépéseként épületeket bontottak el. Január elejére pedig már a közműkiváltások után az új útnak és a mellette lévő járdáknak az alapozását is elvégezték, kiépítették a csapadékcsatorna rendszert és az útpatka szegélyköveit is lerakták a szakemberek. Ezek pedig a jelenlegi állapotok. A fejlesztés miatt változott a forgalmi rend a környéken. A korlátozás éppen egy hete tart. Az építési munkák miatt a Medgyesalja utca, Reményiede utca és Rácz-György utca közötti útszakaszt le kellett zárni. Az első napokban ez okozott némi fennakadást és torlódások is kialakultak. Éppen ezért kértük a rendőrség segítségét, akik forgalomirányítókkal, tehát a rendőrök irányították a forgalmat több helyszínen is. A kisebb-nagyobb zavarok azok javarészt abból adódtak, hogy nem mindenki tudta, hogy a Medgyesalja utcán nem lehet már végigmenni. Összességében viszont pozitív tapasztalat volt az, és visszajelzéseket is pozitív visszajelzéseket kaptunk azzal a kapcsolatban, hogy a két irányosítással azért meg lehetett oldani azt, hogy ne kelljen teljesen lezárni a forgalmat a környéken, illetve mára azt hiszem azt mondhatjuk, hogy rendeződött a forgalom, tehát az emberek most már tudják, hogy hogyan lehet ott közlekedni, és most arra már be is állt, tehát most már azért kisebb csúszásokkal, de normalizálódott mindenhol a helyzet. A Medgyesalja utcát azért kellett lezárni, mert azt 3 sávosra bővítik majd. Ennek a munkálatai is elkezdődtek. A forgalmi rend változás várhatóan 4 hónapig tart majd. Ez alatt az időszak alatt a területre a mentőkön, a tűzoltókon, illetve a szemétszállítást végző járműveken kívül kizárólag az ott lakók hajthatnak be a közútkezelő által kiadott engedéllyel. A Dajka átkötés megépítésével egy évtizedek óta áhított városfejlesztési terv valósul meg. A beruházás keretében jelzőlámpás csomópontokat alakítanak ki. A cél, hogy Miskolc leendő új főterének közvetlen környezetében csökkentsék az autós forgalmat.